Maradjunk abban, hogy 1999. április 25-ét említették. Ezzel az időponttal is lett meggyanúsítva K. Gábor az ügyfelem. Itt már az időpont sem stimmel igazából, mert 1999. május 6-án fedezték fel a holtestet. A lakás bérbeadója nyitotta ki a bezárt, a kívülről bezárt lakást, ahol megtalálták a holttestet és az igazságügyi orvos szakértő öt kötőjel hét napban jelölte meg a halál következtét, hogy a nyomozás során súlyos hibákat és szabálytalanságokat fedeztek föl. Legfőképpen azt, hogy az ügy tényleges koronatarja nem azok a személyek, akiket most itt megemlítenek, hanem két olyan személy, aki időközben el elhunyt, és egy harmadik személy, akit sikerült tanúként kihallgatni, akik elmondták, hogy 1999. május 1-én, tehát öt a nappal a gyanúsításban szereplő és időpontját követően élve látták a sértettet,